CTPO MCIN. It is reported Comoros track on Victor Tango 140 call sign Sierra Quebec Charlie 736 aircraft flying en route, no deviance and no assistance required. Scramble, scramble, scramble. Bird 0102, Vector 270, Buster climb, Injures 16, Task VID. Scope mode 3 0351, 0352. Contact Silver Shark, 2 primary, 6 backup. Authentication time 0829. I authenticate Delta Papa. Initials Lima Tango, read back. Copy, scramble. Scramble, scramble. Bird 01 and 02, Vector. 260, Buster climb, Angels found code for VID. Mode 3, 0351 and 52. Contact Silver Shark, primary 1, backup 2. The last one is correct. That was correct. Scramble, scramble. Objektum, ahol most vagyunk, egy radarbázis. Ez a szervezet, ez a 54. légtérellenőző ezred egyik bázisa. Ilyen bázis az ország különböző pontjain még található. Ebben a bázisban, ahol most vagyunk, kétféle radarcsoportosítás található. Az egyik, ami mögöttem is működik, ezek a távolfelderítő radarok, illetve a magassági radarokból álló úgynevezett gerinc radarcsoport. Ez a radarcsoportosítás, ez a NATO légvédelmi rendszerébe dolgozik be. Folyamatosan üzemelnek, felváltva a radarok, az azt jelenti, hogy az ország légterét folyamatosan ellenőrizzük vele. Itt a közvetlen körzetünkben, tehát az országnak ezen a részén, akár kis magasságon, akár nagy magasságon repül különböző repülőgép, azt felderítik ezek a radarok. Másik radarcsoportosításunk a úgynevezett mobil réskitöltő radarok csoportja. Ezek a radarokkal békehelyzetben itt folyamatosan nem működünk. Ezek a radarcsoportok azért vannak, hogyha olyan szituáció van, vagy olyan helyzet van, akkor az ország bármely pontjára eltelepülünk velük, ott üzembe helyezzük radarjainkat, és ott folytatjuk tulajdonképpen a folyamatos légtérellenőrzést. Ezek a radarok, amik itt a bázisunkon, illetve a többi bázisunkon találhatók, tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek szovjet gyártmánya. Ezek a radarok az elmúlt 10-15 évben korszerűsítésre kerültek magyar cégek által, tehát tulajdonképpen magyar fejlesztések találhatók ezekben a radarokban. Ezek a radarok teljesen kompatibilisek a NATO rendszerével, tehát másképpen nem is tudnánk bedolgozni a NATO légvédelmi rendszerébe. A mobil rendszerek alkalmazhatóságának egyik nagyon jó példája volt a 90-91-es délszláv háború. Abban az időben elég intenzív légi tevékenység folyt az ország déli határa mentén. Több esetben történtek berepülések. Most ennek ellenőrzésé végett a mobil radarjainkat a határ különböző pontjaiba kitelepítettük. Gyakorlatilag a teljes déli ország határt ellenőrzését végre tudtuk így hajtani, szinte mondhatnám, hogy nulla magasságtól. Tehát ami az ország határ közelében repült kis magasságon, azt a rendszerünk akkor már mérte, ellenőrizte,
így gyakorlatilag mindig volt információnk a határmenti légiforgalomról. A radarcsapatok békehelyzetben is harci munkát végeznek. Az azt jelenti, hogy békében ugyanazt a munkát végezzük, mint háború esetén. Tehát, hogyha most egy olyan repülőgépet vagy olyan repülőgép köteléket derítenénk fel, ami ellenséges szándéka jön Magyarország felé, mi ugyanazt a munkát végezzük tovább. Tehát mi háborús munkát végzünk békében is. Jelen pillanatban az 54-es Veszprém légtérnőző ezred 1-es légierő központjának a vezetési termében vagyunk. Ez a hely az, ahonnan a Magyar Köztársaság légvédelmének az alapjait vezetik, irányítják. Az ide beérkező katonai és polgári radarinformációk alapján felderítjük a Magyar Köztársaság légterében folyó repüléseket, követjük és azonosítjuk azokat, illetve amennyiben légtérsértésre kerül sor, vagy szabálytalan, jogtalan légtérigénybevételre, akkor ellenintézkedéseket fogalmazosítunk. Amennyiben a légtérben légijármű jut bajba, tehát vészhelyzetbe kerül, akkor amennyiben szükséges, akkor segítséget nyújtunk a számukra. Amennyiben légtérsértésre kerül sor, akkor az előjáró NATO harcálláspontot értesítjük, az ő intézkedéseik parancsaik alapján járunk el, ami általában a készültségi vadászrepülőgépek riasztásához vezet. A riasztást követően normaidőn belül felszálló vadászrepülőgépeket vezetjük ki a légtérsértő, illetve a bajba jutott légijárműhöz. Ott sor kerül a vizuális azonosításra, és a további tevékenységet az azonosítás eredménye határozza meg. Itt összpontosulnak azok az információk, ami alapján a Magyar Köztársaság légterében igénybevevő, illetve ott repülő légijárművekről az információkat összegyűjtjük, azonosítjuk a légijárműveket. Elméletileg tudunk minden olyan eseményről, ami a Magyar Köztársaság légterében történik. A kecskeméti repülőbázis alapvető feladata a légtér szuverenitásának a biztosítása, a hadműveleti szállítások végrehajtása, illetve ennek érdekében a repülőgép vezető képzése, tudásának szinten tartása. Különböző technikai eszközökkel látjuk el ezeket a feladatokat, a Gripen JAS-39 CD, vagy népszerű nevén EBSU típusú repülőgépek, a MiG-29-es BUB típusú repülőgépek, az AN-26-os szállító